Sziasztok! Sziasztok! Nagyon dörög az ég, jól lehet hallani a háttérben. Nagyon villámlik minden. Jaj, mekkorát dörgött ilyenkor, amúgy nagyon félek, de félve köszöntöm fel Norbertet, Norbit a születésnapi alkalmából, ugyanis március 16-a van, ma van Norbertnek a... Hát most fogan meg valahány éve, most fogan meg... Most született meg valahány évvel ezelőtt, nem tudom, azt nem beszéltünk meg hány éves vagy Norbert. Norbi, nem írtad, milyen videót csináljak, és akkor azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha ezt a minenne.hu-ra felmennék, és én is felvennék egy ilyen videót, de mindegy, nem akartam most játékot, ilyen már régen volt ilyen videó, hogy most honfoglalóra gondoltam, de legyen ez. Kezdjük! Norbert! Boldog születésnapot! Norbi, mi lenne, ha beszállnál most egy limuzinba, ott lenne egy csomó csöcsös bige, de egyiket sem érhetnél hozzá. Norbert! Mi lenne, ha előtted lenne álma egy számítógépe, de havi 200.000 forintos villanyszámlátok lenne? Most is azon? Elnézést. Norbert! Mi lenne, ha az utcán elesnél és betörne a fejed, de utána te lennél az ámból Krisztián. Benne lennél? Na mindegy, kezdjük el. Közben nagyon dörög, mindegy. Amúgy zenét akartam háttérbe rakni, de mondom, ne zene legyen, olyan jó relaxáció, olyan villám, dörgős, mennydörgős bizbasz. Mi lenne, ha tiéd lehetne a világ összes játéka és konzola, de nem lenne interneted? Már ez alapból hülyeség, mert alap Steam gyerek vagyok. Már rossz lenne, meg amúgy is multiplayer játékokkal hogy játszanék, meg amúgy is fenn kell tartani a közösségi kapcsolatunkat, meg kapcsolatokat, meg minden úgy, hogy nem lennék benne! Köszönöm szépen. És igen, Norbi vagyok, a patronos Morgan Jones képében. Mi lenne, kettő kérdezi. Feltalálnád a világ legjobb okostelefonját, de csak egy régi gombos telefonod lehetne. Gyerekek, abból a pénzből már olyan más cuccokat tudnék venni, amit ugye kapok a okostelefonom feltalálása véget, hogy hát hogy ne lennék benne. Hülyék vagytok? Vagy mi van? Jól mondja a Gerix, attól még milliárdos leszek. Milliárdos lennék, aztán megveszem valaki a telefon. Ez is jó, ez is a hercegnő. Nagyon jól mondja, vagy Queen, a császárnő, király lenne. Na, következő kérdés. Közben ilyenkor amúgy ne nézzetek, ablak közelében nem menjetek, mert belétek csap a villám. Következő kérdés. Benne lennél? Benne, hogy ne lennél benne egy jó kis... Lenne egy profi masszőröd, a férfi, aki ingyen masszírozna örökké, hát jó, elunnál magunkat, de mindig izzadna a tenyere, miközben masszíroz téged. Ó, de jó! Hogy ne lennél benne? Abszolút! Nem értitek ezt az oldalt, nem értitek ezt a kérdést sem. Benne lennél? Hol mindenki fejébe beleláthatná? Hajhaj, ja, hát akkor hát nem sok mindent látnék, de mindegy. De mindenki belelátna te fejedbe. Hát ők se sok mindent látnának, szóval igen. Jó van, nem tudom gyerekek, én vagyok ilyen más logikájú, hogy általában inkább a... Elvileg a rosszra kattintok. Na dörögjél már villám. Most ég. Következő kérdés. Mi lenne? What are you? Elmehetné 5 általad választott személyen a Marsra. Vinném az ellenségeimet, azt ott hagynám őket. De örökre ott ragadnátok. Most mi nem mennénk amúgy a Marsra? Mit csinálnánk ottan? Hát még a Steam-et se tudnánk elindítani, nem? Nem. Norbikám, hogy van amúgy az egészséged? Minden jó volt a születésnapodkor? Jó van? Jaj, de mekkora villámot. Benne lenni? Ha soha többet nem használhatnál telefont és számítógépet... Ajjaj, no, málom. Elsőhoz a kérdés, nem? Ja, de ingyen élhetni a családod bárhol a világon. Ezt el kellett volna olvasni. Mentünk volna a lakatlan szigetre. Mi lettünk volna Tom Hanks örököse. Mi lenne, ha összeházasodnál életed szerelmével,
egy virgont kisgyerekkel. De! Költözéskor magával hozna a házi kedvencét. Jajaj. Na, most jönnek a izé tehernek. Kenguruk, két nagy testű kutya, az igen, jó van. 20 000 forint havonta izé etetés, egy rikácsoló papagáj, az még elmegy, mert lelőjük, és egy madárpókot. Madárpókot? Hát milyen, mi az én kedvesem? Hát milyen az én kedves madárpókot tart? Ami boszorkány az, hogy mi van? Szihopata? Majd a százasatok, akkor nem lennék benne, hogy nem lennék benne, nem érke. Szánt ki kérdése, mi lenne, ha megnyernéd az 5-ös lottót, de a barátaid elhagynának az irítség miatt. De ez nem ér, alap, ez nem mi lenne, ha én megnyernem az 5-ös lottót, akkor is elhagynának a barátaim, nem de. Elhagynának, úgyis, irígy. Hát hogy ne lennék benne? Meg azok akkor milyen barát? Ne dörögjél már! Azok milyen barátok, nem? Mennék kunyizni, hogyha valami majd barát... Ne, de... Na, mi lenne, ha abban a csapatban focizhatnál, ahol szeretnél, de egy évig csak a cserék között ülnél a kis padon? Hát ha fizet, akkor bennenni, hogy ne? Ott ülnék szépen. Szotyiznék a köpködnék kifel a sportpályán, milyen jó lenne. Hogy ne lennék benne? Mi lenne? Valami pervers kérdést tegyétek már fel, mert Norbert... Elúgyi maga. Mi lenne, ha az igenre nyomsz, akkor az év minden hónapja nyári hónap lenne, de ha nemre, akkor minden hónap téli hónap lenne. Tavasz nincs. Ez milyen hülyeség már? Az se lenne jó, ha minden hónapban nyár lenne amúgy, srácok. Hoho, mennyi vízszámra elmenne, mert minden megsülnénk ottan. Olyan meleg lenne, fagyik jól van a kezedből. A emberiség fele meghalna alapból, ha minden nyári hónap lenne. Jaj, ne, jaj, gizikém, le kell ülnöm. Nem, jaj, elszédülök ebben a nagy melegben. Jaj, Sári! Szóval, benne lennék úgy. Ó, oh, Jackie Chan, mi van Jackie? Fáj a fejed? Saridon. Kaptam jutalmat? Jó, van. Nagyon. Na, a patronosnál jutalmat kapott, egy sárga dinnyét. Mi lenne, ha kikapcsolnám ezt a hiányzé esés, vagy esőbizé animációt. Mi lenne, ha az igenre nyomsz, akkor az év minden hónapja nyári hónap lenne, de ha nemre... Mi van? Ja, hogy ez ugyanaz, elnézést. Most mi a tököm van majd? Benne lennél? Egy jó kis Grand Theft Autózásba, ho-ho-ho, mi lennénk majd? A mocskos lúnyája. Mi lenne, ha tűrű-tűrű eltörölni egy országot a földről? Pákisztán. De, cserében nem lehet külföldre soha többé. De miért törölnék egy országot földről? El a földről amúgy. Most én egyik országgal is olyan a kapcsolatom, mindig országgal, hogy... De még, de most ki az a rasszista köcsök? 21% rasszista! Köcsök. Benne lennél? Jó, még 3 kérdés, Norbikám aztán tente, babot tente. Mi lenne, ha... Barázsütésre. Tudnál mindent, amit csak lehet, két bármilyen programnyelven, alapbújhasság, ezt hagyjuk. Mi örökölnél 12 csirkét, egy lovat és egy... Mi van? Egy malacot, egy farm, amiket teljesen egyedül kell gondoznunk. Ez milyen hülye kérdés? Mi, melyik izé gyenge elmé tette fel ezt a kérdést? 12 csirkét. Miért pont 12 csirkét, egy lovat? Rálépetnék a lóval a 12 csirkére. Aztán a lovat bele... izé hajintam a Tiszába. Két malacot meg... Mit tudom, elásnám. Farmon. Ez hülyeség amúgy, ezt kikapcsolom, nem? Még 3 kérdés. És átugrom, kikapcsolom, mi vagyok én a mindenható? Mi lenne, ha egész életedben pénzét írhatnál kritikát minden sorozatról, de a Trónok harca és a Walking Dead megszűnne, a Walking Dead! Hát előbb-utóbb megszűnne majd. De most egész életed pénzét, azt ha, mi, akkor... Lehet most is megtehetném, ne? Nem? Csak nem néznék annyian. Én akartam úgy kritikát én a Walking Deadről, csak nem mentem bele. És úgy éreztem, hogy nem vagyok még kész arra, úgyhogy... Kik ezek, akik a Walking Deadet meg akarják szüntetni? Kik ezek? Nem nézem se a Trónok arcát, sem a Walking Deadet, igen! Én benne lennék, hogy ne lennék benne?
Egyszer végre lesz mindkettőnek, én szeretném látni ezt a befejezést, amit az alkotók kitaláltak. The Walking Dead Love. A sok hülye az igenre nyom. Annyira nem áll hozzá közel a trónok arc és a Walking Dead se szóval. Boldog születésnapot, Norbert! Következő question. Ez mennyi még kettő van, ugye? Benne lenni? Egy jó kis... Ha áram nélkül kellene élned, de boldog lenni, és akiket szeretsz, azok soha nem hallnának meg. Te nem szeretek senkit. Nem igaz. Ezt át kell gondolnom. Várjatok 5 perc, szóval jövök. Addig hallgassátok a villámdörgést. De attól függ, hogyha itten izé, mit tudjam én... Karcogon, vagy mondjuk kisebb települést, sokkal kisebb települést kell mondanom, Tiszabőn élnénk. Hát itt áram nélkül, ahol mit csinálnénk amúgy? Boldog, de boldog lennél! Úgyhogy... Igazából nem érdekelne azt, hogy itt a pusztaságban egyedül vagyok áram nélkül, aztán csak legeltetem a izéket. Birkákat, szóval benne lennék. Ne jelenjetek ennyire kockák 43%-ban, az meg. Utolsó kérdés. Józsi bá kérdése! Hogy van az egészsége? Mi lenne, ha az igenre nyomnál mindenki oldal lenne érted az ellenkező nemből? Ó, hát gyerek, a melegek ezt a kérdést nem tudják izé meg... válaszolni. Felmegy a vérnyomásuk. De ha nem lenyomsz, akkor szuperhős lehetnél által választott képességekkel. Ezt át kell gondolni. Mert... Gondolkodjunk! Nézzük, egyszerű módszer megszünteti a térfájást. És regenerálja az anélkül, de úgyse tesisztek, szóval az nem zavart titeket. Na, gondolkodjunk! Igazából... Mindenki onnan érte, de tudod milyen izé lenne tömeg, gyerekek? Itt rám másznak, megölnének. Tényleg nem bírnám, meghalna izé a pecer. Egy nap múlva. De, ha szuperhős lennék, akkor lehetne általán választott képes. Szóval azt is választhatnám, hogy mit tudjam, ez a lány most velem hancúrozott. Ez a lány nekem süssön pogácsát. Szóval... Nem. Jaj. Utolsó, izé, extra kérdés. Jamborghini Tupac, vagy Biggie visszatérne a halálból, ha visszatérne, akkor most egy kedvenc előadón meghal. Na. Igazából, mondjuk, hogyha valakinek kezdődött a Justin Bieber, akkor ő nem akarná, hogy Justin Bieber meghaljon. Szóval, mindegy. De én nem vagyok Tupac vagy Biggie hívő. Tupac, most tudom, hogy mondják. Elvért Tupacnek kéne mondani. Kedvenc előadóm meg amúgy olyan van, aki már meghalt. Amúgy nem, de... Adjunk már azért, amit megkérdezt. Jó, térjen vissza Tupac, vagy Tupac, jó? Térjen vissza. Ne térjen vissza! Mi van? Mi van? Ők kik? Ők kik? Senki! SENKI! SENKI vagy! Ha nem tudod. Lukács Laci semmiért. Mi ki kellett izélni? Hú gyerekek, el kell mennem WC-re. Szóval itt a videó vége, amúgy is itt lett volna a videó vége. Isten, olyan hülye kérdések, itt van négyen. Na. Morgannál találkozhatnátok már Walking Deadben. A patronossal. Jól van, akkor itt a vége. Gyerekek, remélem tetszett ez a rövid kis szösszenet és Norbert. Tényleg, remélem, hogy olyan tortát kaptál, ami tudod milyen ízű. Mint a madártej. Jó? Szóval, sziasztok, szia Norbert. Norbi, Norbikám.